A bútorokat biztosította a beliani.hu. Korrekt minőség remek áron kényelmesen. A műsort támogatta a kocsiguru.hu. Az egy kanapén egy saját gyártású műsor. Ha támogatnád a munkánkat, rendelj egy menő pólót a mottót.hu-ról, vagy ha kíváncsi vagy a videók bővített változatára, válaszd a csatornatagság funkciót. Egy kanapén lábas Vikivel. Üdvözletem mindenkinek, én Osváth Zsolt vagyok, ez pedig itt a Zsoltán YouTube csatorna. Körülbelül ilyen 22 éves lehettem, amikor tudatosult bennem, hogy az akkori kapcsolatomban nem voltam jó. És nem tudom, hogy ezt a számot pontosan ők hogy szánták, hogyan szánták, hogy gondolták, de egy olyan személyiségfejlődés vette kezdetét az életemben, ami szerintem kb. Mai napig kitart. Mai vendégem a Margaret Island Front asszonya. Asszonya! Lábas Viki. Hello Viki! Szia! Tűha! Ezt nem tudtam, ezt nem a sztorit. Igen, mert nem nagyon szoktam erről mesélni. Az exemmel való kapcsolatom az egy olyan kapcsolat volt, ahol egy adott gyilkoltátok ponton egymást? Inkább én őt. Be kellett látnom. Egyszerűen nem voltam szerelmes, de nem akartam vele szakítani, nem tudott volna hova menni. Ez a tipikus, és jött a ti számotok, és szakítottunk, és egymásra köszi szépen. Nyilván sok ilyen sztori van, hogy miattunk szakítanak, úgyhogy nem tudom, hogy ez most jó vagy sem. Igen, hát figyelj, nem egyébként jó volt. Szerintem ez tényleg egyébként akkor elindul bennem egy személyiségfejlődés, mert ez a szám ez inkább azoknak íródott, akikkel szakítanak, nem? Hogy ők egy kicsit úgy tudják nyalogatni a sebeiket, nem pedig annak, aki nem volt jó, hanem akivel nem voltak jó. Igen, nem? igen. De vice versa. Tehát, hogy amikor ez a dal született, ugye ezt a Brody írta a dalszövegét, és én tökre meglepődtem, hogy neki ez így összeállt a fejébe, mert én pont egy olyan kapcsolatom voltam túl, ahol én sem voltam túl kedves, a másik sem volt túl kedves, tehát hogy így mind a kettőnkhöz szólt, hogy én nekem neki volt, belőle volt elegem, és neki is gondolom belőlem elege volt, úgyhogy ez így vice versa használható. Azért van pár ilyen számotok, tehát hogy igen, rögtön erre rá nem sokkal szembe jött velem a csönded, igen. És ami szintén egyébként ugye erről szól, és hát ez volt ez a pillanat, amikor fölvágtam az erejemet. Fejben öltem magam, és vonat alá vetettem magam. Nem, tehát, hogy miért vannak? És nagyon-nagyon sok ilyen szám. Egyébként a vidám örömzenélés mellett annyira mély, és annyira úristen szívvacsaró zenéitek vannak. Honnan? És miért? Mert depressziós vagy. Dehogy is. Nem, mindenki azt hiszi, hogy ilyen cuki zenekar vagyunk, meg hogy minden mennyire vidám, meg csak happy az összes dalszöveg. Ó, nem hiszem, egy csomó interjút láttam veled, nem. De aki tényleg így jobban ismer minket, vagy nem így felületesen hallgatja, az látja, hogy azért ebben rengeteg fájdalom van. Nem tudom, azért nekem még nem végződött úgy kapcsolatom, hogy ilyen hú, de nagy happy end-el, meg hogy hú, de elklappol minden, és minden mennyire rendben van, és körülöttem van egy pár olyan kapcsolat, ami jó, de azokból sem tudom úgy táplálkozni, úgyhogy igazából ez a boldogságkeresés, folyamatos boldogságkeresés, vagy hogy ki vagyok én. Nekem már konkrétan a turnébuszban a fiúk mondják, hogy Viki, te most akkor szerinted lehet, hogy te leszbi vagy, azért nem találod ezt az egészet? És? Vagy, és, igen, és akkor mi van? De az a durva, hogy amikor rákontázok, hogy és akkor mi lenne, hogyha, akkor ők azt mondják, hogy ők nagyon élveznék, hogyha én leszbi lennék. Tehát, hogy ők mindig a kis barátnőm, nem? Igen. Tehát, hogy ők ennek nagyon örülnének, nyilván jelenleg még erről nincs szó, de nyilván keresem a helyemet én is, meg a srácok is a kapcsolatokban, és még nem találtuk meg úgymond az igazit, vagy a helyünket. Nekem mindegy, csak csináld a négy fal között, tudod? Oké, igen. Engem nem mindegy, csak csináld a négy fal között. Hát igen, igen, a kapcsolatok ugye nagy örömnek nagy bánat a vége, mondta Oravec Nóra, majd benyomott egy tüskét, és igen, valami ilyesmi. De hogy ez egyébként a számaitokban abszolút. Itt van egy lány, aki csacsog, aki nevet, és mégis elment egy TEDx előadásra csak azért, hogy elmondja, hogy ő itt nem fog előadást tartani, majd lenyomott két Margaret Island számot, és mint aki jól végezte dolgát, távozott. Mert hogy mentem szimfonikus koncertet adni. Igen, mentél egy másik koncertre. Egyfelől gondolhatná azt az ember, hogy ez milyen tiszteletlenség, hogy neked egy biztás volt egyébként?
Nyugodtan, legyél őszintén, neked ez visszás volt? Az a baj, hogy elfogult vagyok veled kapcsolatban. Nekem nem volt visszás, de olvasgattam a kommenteket, és volt, aki azt gondolta, hogy ki a tököm az a lábas, hogy eljön egy ilyen rendezvényre, és azt mondja, hogy ő itt nem tart előadást, ott ezért jöttünk. Igen. Na de mi volt ez, és azóta mi a helyzet? Mert ez most már lassan egy éves a sztori, már mint az októberi tükrös történeted. Igen. Hál' Istennek azóta én már jobban vagyok, tehát hogy kijöttem abból a mély vízből, amiben akkor így belesodortam magamat, meg az egész életem, ahogy alakult. Kicsit ez is volt benne, hogy azért vállalom be, hogy legyenek olyan emberek, akiknek ez ne tetszem, mert nem szerettem volna ugyanaz, mindig cuki, mindig kedves, mindig csacsogó lány lenni, hanem legyen akkor az embereknek egy negatív véleményük is arra, hogy jaj, és akkor mégis elmegy, akkor miért nem maradt tényleg otthon, és miért nem csinálta úgy, hogy teljesen offolja az egészet. És másrészt meg a bátorság, hogy nagyon sok kaput megnyitott ez az előadás, tehát rengetegen írtak nekem utána levelet, hogy bennük is megmozgatott ez valamit, vagy ugyanezen mennek keresztül, vagy hogy ők is akkor ott a helyszínen is tök sokan sírtak, meg odajöttek hozzám, hogy ez mekkora erőt adott nekik, és igazából ez volt az egésznek a lényege. Én ott tényleg össze voltam törve, és tényleg még emlékszem, hogy a színfalak mögött annyira izgultunk a fiúkkal, hogy én is így egyszer, tehát én nagyon labilis voltam lelkileg, hogy egyszer sírtam, egyszer nevettem, aztán megint sírtam, akkor megint össze tudtam magamat kapni, akkor így mondtam magamban, hogy mit szeretnék igazából átadni, de az sem volt úgy igazán megfogalmazva, meg így leírva pontosan szóról szóra, szóval az egész tényleg ilyen ad-hoc jelleggel volt, hogy jó, akkor én most ezt bevállalom, gyerekek, és akkor lesz, ami lesz, úgyhogy azóta jól vagyok, próbálom összeszedni magam, többet dolgozom, az igaz, tehát hogy inkább én ilyen munkában menekülős típus vagyok, de gondolom ezzel nem vagyok egyedül. Meg hát, ahogy az elején is beszéltük, hogy én a fájdalmaimból építkezem, vagy a rossz dolgokból építkezem, nem csak a boldogságból, úgyhogy ez tök sok dalnak adott most így, úgymond ihletet, vagy csak a mondandó. Te írod, ti írjátok szövegeket? Mert hogy mondtad, hogy a Brody írt, ugye van egy pár, sőt van olyan dal is, például a Lány sétál a domboldalon című dalatok, ami már egy feldolgozás, de rengeteg sajátotok van. Ez az, hogy megy a dalszöveg része például? Hát én nagyon háklis vagyok. Tehát hogyha hogy azért nyúlunk például a Brody, vagy a Hujber Szabi, aki beszokott nekünk segíteni a szöveget írni, mert egyszerűen nem szeretnék olyan dolgokat kérni a kezem közül, amivel nem vagyok 100%-ig megelégedve, és még nekem rengeteget kell ahhoz fejlődnöm, megolvasnom, hogy olyanokat írjak, de vannak olyan dalszövegek, amiket teljes egészében mondjuk én írtam, vagy a Kristóf írt. Például? Csak még egy szót, a Hászám. A Hászámba segített a Hujber Szabi a végén a refrénnél, de a Lehetek én, nem tudom, az a baj, hogy nagyon sokban az van, hogy így be vannak emelve sorok, ami mondjuk én vagyok, de mondjuk a teljes sztoriba meg segítség kell, mert egyszerűen olyan eszközökkel dolgozom én, hogy én nagyon drasztikus vagyok, vagy nagyon ilyen megmondós, vagy ilyen szájbarágos lenne, hogyha csak az én szövegeimet, vagy a Kikeletkor, az például egy 3 perc alatt született meg a verzerész. Szóval, hogy vannak ilyen, tehát rengeteget írok azért, hogy legyen egy ilyen 3 perces Kikeletkor szösszenet, amikor meg így kijön minden úgy, hogy ki kell, és akkor átküldöm a Szabinak, aki azt mondja, hogy ezzel nincsen már dolog, tehát hogy ezzel nincs mit javítani, vagy ez így jó, ahogy van. Úgyhogy ezért meg kérünk segítséget a mai napig, meg nem vagyunk restek másokat bevonni az alkotásba. Na de honnan jött a Margaret Island? Gondolom tényleg a Margit szigetről? Tehát ugye hallottuk már ezeket. Kérdésünk, igen. Nem, a Bálint tényleg a Margit sziget mellett nőtt fel, úgyhogy ő miatt lett Margaret Island, meg igazából még az elején, amikor angolul kezdtünk ezen, akkor tök jó sztori volt, hogy van Budapest, és akkor Budapest közepén van egy sziget, ami tényleg azért van, hogy kikapcsolódjon az ember, meg hogy kiszakadjon a városból, és hogy igazából ezt a szigetet próbáljuk mi jelenteni a közönségnek, hogy mindig egy ilyen mencsvár, vagy ahova visszajöhetnek, ahova írhatnak, ahol nincsen egymásra mutogatás, vagy nincsen harag, tehát hogy így néha egy a Margaret csoporton belül, akik ott vannak tagok, a koncert után odajönnek, hogy jaj, azért már Margaret csoporton belül is megy az egymásra mutogatás, és akkor így, jó, akkor mutasd meg, hogy ki voltad, és akkor egymás mellé állítottuk a kétemet, és akkor beszéljetek egymással, vagy akkor beszéljetek ezt meg, hogy ki a nagyobb rajongót, vagy ki az, aki közelebb áll a zenekarhoz, hogy nem tudja, hogy hányas a Viki lába. Igen, úgyhogy mindegy, vicces dolgok ezek. Hogy kerültél fel Budapestre, a Margit-szigetre? Hát már így korán körvonalazódott, hogyha én zenélni szeretnék, akkor ezt nem tudom fonyódon megvalósítani, mert hogy nincs semmi, ami... Lehet, hogy akkor még németül elkezdtél volna valamit csinálni, még akkor voltak németek, igen.
Turistáig. Nem, mert tudtam, hogy Budapest, meg tudtam, hogy el akarok menni otthonról, meg hogy nem akarok a nagymama otthonba lakni, meg mama otthonba lakni, hanem így önálló szeretnék lenni, és hogy egyébként is nekem nem mondja meg senki, hogy mit csináljak, és hogy akkor így útra keltem meg. Hát itt azért sokkal jobbak voltak a bulik, meg sokkal jobb társaságok voltak, meg így jó közegbe keveredtem így hirtelen. Amint feljöttem szeptemberben, már decemberben volt egy zenekar, ahol énekeltem, és akkor így tök vicces volt, hogy beindultak még a keleti blokk, nem tudom, a Dürerkertnél, hogy ismeritek el, mindegy, ez egy ilyen lebontásra váró épület szintén. Úgyhogy még ott kezdtem, ilyen német Juci, meg keleti ilyesmi. Blokkoknak általában ez a sors. Igen. Vagy utóbb lebontják őket. Igen. Na, mindegy, hogy ilyen jó, ilyen alternatív bandákban így belekeveredtem. És hogy te találtad meg a fiúkat, ők találtak meg téged? Balatonbogláron voltunk egy ilyen zenekari tehetségkutatón, és akkor ott még a Delóviával, a Random Tripnek a dobosa volt a zsűriának, és mind a hárman külön díjat kaptunk, és akkor így egymásra kacsintottunk, hogy na, ilyen kis aranyos kisfiúk, meg kislány, és akkor a Bálint volt, akinek volt már szám hozzám odajönni és elkérni a Facebook elérhetőségemet, vagy valami ilyesmi. Az Ivivedet? Igen. Az Ivivedet? Akkor már nem volt, nem tudom, akkor már nem volt Ivi, szerintem, hogy akkor menjen ki, meg MyVip se volt, meg semmi, igen. Nem. Igen. Az elejétől fogva foglalkoztat a dolog, soha nem volt egyik srác, az semmi köztetek. Nem, ezt mindenki megkérdezi. Annyira szeretnék, de figyelj, hogyha még így marad mindenkinek így marad az állapot, akkor lehet valamelyik srácon összejövök a kedveteket, de hogy is csak utca. Ja, nem, nekem nem. De ha rajta múlik a kettő srác, hogy ja, igen, egyébként a mostani háttérképe, most csináltunk egy zenekari fotózást, és van egy olyan kép, hogy így elkezdünk, és én vagyok középen, és akkor mind a két oldalt, ugye három férfi, és annyira jól néznek így egymásnak, így hátulról lennek egymásnak, így kinagyítom mindig, és akkor az a háttérképem, hogy éppen melyik igen, a kis perverzitás. Perverz gondolatokat ébresz benned, értem én? Hát mindannyian esélyek, hogy nincs ezzel probléma. Igen. Még ilyen nem volt, még házi nyúlra nem lőttem. Nem, még a zenekar legelején, amikor nem a kurszám volt a zongoristánk, akkor előtte az előtte lévő zongoristával együtt jártam másfél évet, de amint vége lett a kapcsolatnak, végre ki is rúgtuk a zenekarból, úgyhogy úgyhogy többet ilyet nem játszok el. Ja, és akkor mennie kell. Tehát, hogy te vagy a fekete üzz vagy a Margaret. Igen. Ez valaki, amikivel senki nem mer veled összejönni, mert kell neki a meló, biztos, hogy nem. Az ínséges időkben tudod. Ezek kell az év. Persze. Nem lehet. Nem ér annyit az egész. Hát értem én. Te ilyen fürelány vagy? Tehát, hogy itt ilyen nagyon kemény. Te igazgatod a zenekart? Hát nem tudom, ilyen minden. Hát egyrészt az egyik turné menedzsünk mindig azt mondja, hogy nekem van egy időfaszom a zenekarban, mert hogy így... Muti. Igen, sajnos még nem balra tettem fel, de nekem van egyedül ő szerinte, de most erre már azért próbálnak így rácáfolni a fiúk, ahogy így idősödnek, így látszik, hogy azért ők is így kezdenek felnőni a feladathoz, meg nyilván én egyébként kurva szerencsés vagyok, tehát hogy nagyon-nagyon jó fejfiúk vesznek körül, nagyon jó humoruk van, nagyon tisztelnek engem, tehát hogy így tényleg így minden a helyén van kezelve, és így összeteszem a két kezem, hogy nem egy ilyen tukkó csapat vesz körül, hanem tényleg ilyen értelmiségi, rendes, jó fej, tisztességes gyerekek. És hát nyilván... Nem lesnek meg zuhanyzás közben. Akik nem lesnek meg zuhanyzás közben, nem fotóznak be a H&M-be, amikor próbálok meg ilyen hasonlók, úgyhogy ezt megúszom tőlük, viszont vagyok egyszerre az anyukájuk néha, meg a főnökük, de próbálok a barátjuk is lenni, de közben mégsem tudom, mert ha nagyon barátok vagyunk, akkor meg nem tudom megmondani nekik a dolgokat, de feloldás az, hogy hárman vagyunk igazából, főnökök, a Bálinta, meg a Kristófa, és akkor ők így irányítgatják úgy a dolgokat, ahogy kell, de például ilyen kreatív dolgokban nehezebben vittem át, hogy a ruház, hogy öltözködünk, vagy hogy legyen egységes az image, vagy milyen legyen a színpadkép, tehát amit inkább én szeretek, vagy amivel én pluszba szeretek foglalkozni, azt volt nehéz átvinni rajtuk, mert hogy Jézusom, hogy nézünk ki, mindenki mondogatom, hogy figyelj, nyugodjatok meg, vegyetek egy levegőt, a Márkban és a Patrikban megbízunk, ők tudják, hogy mit kell látnunk, amit akarunk látni, és tényleg tök jól néztek ki, és jó a végeredmény. Ki mondja ki az utolsó szót a zenekarban? A Bálint. Bálint, akinek én mondom meg, hogy mi legyen az utolsó szó. Nem.
Így hárman. De inkább én szeretem, hogy a Bálint a főnök, mert a Bálint van a legjobban így a földhöz közel, meg aki így tényleg így élén tudja tartani a dolgokat, úgyhogy én ő benne bízom. Milyen racionális, azt mondod? Igen, Kristoffal kettem, mi az így eléggé így el vagyunk. Mi túlságosan művészletek vagytok? Igen, meg tudunk lenni. Úgyhogy inkább a Bálint, ő bennem megbízott nagyon. Nyilván a Kristoffban is, meg mindenki másban, de hogy... Ja, az életben egyébként konfliktus kerülő vagy beleállsz ezekbe? Pont ez az baj, hogy nem. Nem? Én nem szeretek így elkussolni, meg így magamba tartani dolgokat, és a fiúkkal is így van, így azonnal mondom. Tehát, hogy így, miért nem mosogattál el, csukd be az ajtót, kapcsold el a villanyt. Hogy szerethetnek. Igen, tehát ugye, egy hárpia tudok lenni. És kimegy a szavával, igen, ilyen faszol, hogy a hülye lábad, fazd meg. Török szanokszot a piájában most igen, már igen. Nekem van valami. Nem, én egyből mindent. Egyből, amint lehet. Nyilván vannak olyan dolgok, amik ilyen összetettebb, és meg én is keresem benne, hogy most tényleg nekem lehet igazam, vagy neki van igaza, vagy mindkettőnknek van, és meg kell találni a közös meccést. Tehát, hogy amikor így gondolkodni kell, akkor nem támadok egyből, de amikor már így ezredjére nem csinál valaki valamit, vagy egyből nem érti azt, amiről mondjuk hárman már megbeszéltük, hogy az úgy van, akkor igen, akkor egyből beleállok. De ja, vannak azért olyan esetek, amikor nem. Egyébként, tehát hogy én nem tudok valami szöveget, akkor a legelső az, hogy beállítom, segítsél. Van olyan, hogy elfelejtesz szöveget? Van, amikor annyira izgulok, vagy látok valakit, például héttel ezelőtt volt egy koncertünk, és azt hittem, hogy az Orbán van ott, és itt teljes sokkot kaptam, hogy Jézusom, most melyik? Úgy. Hát a Vitya. És itt is elapadtam, és akkor így, jaj, mi a következő sor? Meg lesz a következő fonogram is, jó van itt, amiket tart. Nem. Meg így, de láttam egy Gyurcsányt is, tehát hogy tök miért, hogy kiről beszélünk, meg volt, hogy azt hittem, hogy kiszteltünk. Igen? Szerintem, hogy Gyurcsányt simán el tudom képzelni. Figyelj, ő Feri 2006 óta visszafele fiatalodik. Igen, tehát hogy ő azóta nem idősödik, azóta fiatalodik. Ő neki már ilyen chatbotja van, meg ilyen, nagyon durván tolja a Gyurcsány. Igen, de mindegy, de hogy ez nem jelent semmit, igazából már volt, hogy kiszteltündét láttam, tehát én mindig valakit oda képzelek, aki így furán. Lekínálni a szintetikusokról anyukám, mert ez így hosszútávon nem fog működni, az a baj. Tönkremész. Nem, egyébként szeretnék ekkora rockstar lenni, hogy mindenféle drogokkal éljek, de nem, sajnos én nem. Nem lehet azt. Olyan koncertet, aki látott már téged koncerte, hát megállna a szíved, szerintem igen, a harmadik számnál. Igen, nem, és nem is szeretnék, meg valahogy így én sose voltam ez a típus, hogy így szeretném, hogyha a világ kicsit nem így... Nem, és azt a zenét játszottuk, ja, szerintem, amihez meg az egy kis, meg hogy nem menném kisgyerekek előtt soha beadni azt, hogy vagy alkohol, szagú a szám, vagy bármit valaha használtam. Tehát, hogy ezt így nem. Ha azt nézzük, azért a park az rendszerint, ha nem is tele, de hányan szoktak lenni egy parkot? Rengetegen. Tehát, hogy rendszeresen kell embereket bántanom és megalázom, hogy előre kerüljek, annyian vannak, tudod? Tehát, hogy mire én előre jutok, már lemegy az intro. De tényleg, hányan szoktak lenni? Sokan, nem tudom, hogy hány ezeren. Még nem töltöttük meg, az 12, azt hiszem, hogy a maximum annyi még nem volt, de sok. Nem, igazából nem is az a lényeg, nem az, hogy jól érezzük magukat az emberek. Abszolút, de közben meg, de szerintem meg de, mert én szerintem ti egy lakmuszpapírja vagytok az országnak, aki a tizenéteket kedveli, aki a ti munkásságotokat kedveli, az sokaknak túl simulékonyak vagyunk, ezt tudom, meg túl közömbösek. Én meg olyan azt mondom, hogy aki a Margaret Islandet szereti, az rossz ember nem lehet. Én ezen az állásponton vagyok. Ezt aláírom, ezt tehát én is tapasztalom. Hogy mindenki nyitott, hallgasson titeket, és jók vagyunk. Ez nyitott a közönségünk abszolút, és büszke vagyok. Mit értesz az alatt, hogy túl simulékonyak vagytok? Ezt hogy kell érteni? Politikai szempontból, vagy zenei szempontból, vagy nem? De milyen szempontból vagytok? Hát amiket felsoroltál igazából. Szerintem szeretnek itthon, mindenki szeret politizálni, főleg ugye a fővárosban, meg ebben a környezetben, és egyszerűen nem hiszik el, hogy nekem magán emberként van véleményem, meg a zenekari buszban nyilván rengeteg mindent megbeszélünk, de amikor én színpadra állok, vagy amikor így beszélek az emberekhez, vagy üzenek nekik valamit a dalainkon keresztül, akkor azt mint művészeti tevékenység folytatom, és a művészetnek, vagy a kultúrának nem, szerintem nem kell, hogy politikáról szóljon. Nem. Értem, amit mondasz, mert hogy igen, gyanúsak vagytok, fonogramdíj játszanak titeket a Petőfi Rádión. Tehát ilyen szempontból mondhatná azt az ember, hogy na vajon kivel vacsorázgatnak a Margaret Islander srácok, tudod? Tehát, hogy én is azt gondolom egyébként, de ettől függetlenül olyanok vagyunk, tudod, hogy
hogy szeretjük azt mondani, hogy ez akkor biztos azért van. Azt volt egy alkotói válságféle ebben a tükrös dologban is, amit mondtál, hogy ez így minden összejött. Hát figyelj, meg lett oldva. Igen, volt időtök abszolút alkotni, meg mindenféle. Na de hogy éltétek ti ezt meg? Megmondom őszintén, hogy nekem jól esett így 6 év full non-stop munka után, meg pezsgés után lemenni Fonyódra, és ugye ott tegnap előtt jöttünk vissza, tehát hogy konkrétan az elmúlt 5 hónapot, vagy fél évet Fonyódon töltöttük, és együtt voltunk hárman, és közben meg, amikor már lehetett, akkor vendégek jártak át, meg együtt zenéltünk másokkal, úgyhogy igazából ugyanúgy munkával telt, csak egy sokkal minőségibb időt töltöttem én is a családommal, a kutyámmal, az állatokkal, akik körülvesznek engem vidéken, többet láttam a nagymamámat, tehát hogy tényleg így a sallangossága az egésznek, meg a felületessége, ami körülvett, az így nem nyomasztott meg ez a betondzsungel, hanem végre jártam piacra, végre találkoztam a volt osztálytársaimmal. Fonyódi piacon mi is volt? Elég nagy. Meg elég drága. Mi egyedül kalácsér, meg holland sajtér jártunk fel egyébként, semmi más nagyon nem vettünk. Van pénzért. Ja, persze. Jó, de zsetonügyileg igen, hogy érintett minket? Mert gondolom, nektek ez a kereseti lehet, tehát nem mentél el a McDonald'sba krumplit sütni azóta sem. Nem mentem el, meg nem is fogok szerintem. Most már elég volt a vendéglátásban, szerintem dolgoztam eleget benne kiskoromtól fogva. Megmondom őszintén, hogy nem azok a zenészek voltunk, amikor berobbant a zenekar, hogy rögtön megvette a luxusautót, meg megvette a nagy lakást, meg a tötötő, hanem mi gyűjtögetősek voltunk világéletünkben, ezt megbeszéltük hárman, van külön zenekari kasszánk, ami ilyen részesetekre van, és nem szórtuk soha a pénzt, meg nem költöttünk feleslegesen semmire, és most nyilván ezeket a tartalékokat éljük fel. Nem is vagytok ti igazi rockstarok. Nem, sajnos nem, mert egyébként nem működne a rendszer, meg egyébként nem tudtuk volna azt megcsinálni, hogy mielőtt még mindenkitől jött volna a segély, ugye, hogy mi is saját csapaton belül tudjunk adni valamit, visszaforgatni azoknak az embereknek, akik miatt működik a produkció, meg akik miatt mi színpadra állhatunk, úgyhogy nyilván mindenki a fejéhez kapott, hogy úristen, most mi lesz, meg hogy a stábunk, meg a crew, aki körülvesz minket, fénytechnika, hangtechnika, látvány, kiadó, stb., hogy fognak megélni, de mindig próbáltunk úgy alkalmazkodni a szituációkhoz, hogy azért próbáljunk nekik valamit biztosítani, és ezt így fenntartani, úgyhogy a fejünkhöz kaptunk, de előre gondolkoztunk, úgyhogy nem volt annyira nagy még. Aztán nem tudjuk, hogy meddig kell ugye ezt kitartani, de egyelőre még nem annyira nagy a gáz. Hát igen, és kaptatok segélyt? Na például ez volt az, amire én azt mondtam, hogy nem, és mindenki azt mondta rajtam kívül, hogy igen. Én nem akartál, nem tudom, segélyt kérni. Már szerettem volna ezt házon belül megoldani, ugyanúgy, hogy eddig megoldottuk, és nem akartam azt, hogy elvegyük a lehetőséget olyan zenekaroktól, akik fiatalok, és mondjuk most lett volna az első fesztivál szezonjuk, és mondjuk nem tudom, egy Carson Coma, vagy egy nem tudom, Onodi, vagy akárki, aki mondjuk most jött volna fel, most lett volna mondjuk elsőre a nagy színpad tehetségmutató műsorban, most kezdődött volna el igazából a pálya, vagy jutott volna el az emberekhez. Elképesztő egyébként, tehát így hallgatom, és így ráz a hideg, hogy tökre értem, és közben meg, hogy basszus, én erről csináltam videót, ha valaki segélyt kap az én adomból, akkor az legyen a Margaret Island, és akkor azt mondom, hogy az legyen a Margaret Island, bassza meg, mert nekik tényleg, és ti meg azt mondjátok, hogy nem mi legyünk, hanem legyenek kisebb zenekarok, és igen, mert nekünk is. És akkor mondják, hogy menjenek el kapálni, ugye? Tehát akkor meg menjetek el kapálni. Nem, nekem sose volt piszkos a munka, tehát nekem ezek a beszólások lepörögnek rólam, mert én bármikor elmegyek takarítani, vagy mekibe, vagy bármit kapálni, bármit. Tehát nekem nem piszkos a munka. Én viszont tudom, mert egy közös ismerősünk együtt pucoltátok a salátát. Tehát igen. Pontosan tisztában vagyok, amikor arra rámutál, hogy egyszer majd igen, csak hogy ez, hogy még mindig ezt kell magyarázni, hogy ez egy ugyanolyan munka, mint bármi más, vagy ez egy vállalkozás, vagy ez egy egyéni dolog, amit te felfejleszted, amiért dolgozol minden nap, amiért ott szenvedsz a stúdióban, a lap felett, amin éppen írsz, olvasol rengeteget, tájékozódsz, kiállításokra mész, más zenekarokat megnézel, folyamatosan inspirálódsz, nyitott vagy a világra, az emberekre, nem irigykedsz, nem rosszat, nem negatív energiákat lökszel. Jó, ez mondjuk rátok igaz, tehát igen, ez de hogy egyébként zenésznek van, ez jó zenészek. Igen, de hogy ez egy kemény szakma, tehát hogy ott helyt kell állni, ott tisztességesen össze kell rakni
producerileg, hangzásvilágilag, tehát mindenhogy a zenét, folyamatosan fejlesztjük magunkat, a mai napig járok énektanárokhoz, tehát hogy így, hogy rengeteg gyakorlás, rengeteget ülünk a turnébuszban, rengeteget vagyunk együtt, tehát hogy nagyon sok időt veszel ez a munka, ami miatt mondjuk most én örültem, hogy a családommal lehetek, mert végre velük láttam 6 év után, tehát hogy ezt nem látják az emberek, és mi most megtehetjük azt, hogy támogassunk másokat, és nekünk is jól jön a támogatás ezzel szemben, tehát nekünk a stábunknak nagyon-nagyon fontos a ródoknak, akik felpakolják a zenészeknek a cuccát, vagy összeállítják a színpadot, nagyon fontos ez a támogatás, és nekünk nyilván mi hárman le fogunk mondani a mi részünkről, és odaadjuk a stábunknak a részünket, ez egyértelmű, de most tényleg kiesnek a Pixisből olyan zenekarok, akiket én alig vártam, hogy végignézhessek az idei fesztivál szezonba, és megnéztessem, hogy élőben hogy zenélnek, és tudom, hogy ők most nem jutnak el a közönségükhöz, sajnos. Pasit ére, mi a helyzet? Tudom, hogy ez neked egy olyan téma, amit annyira nem, de hát ez engem egyáltalán nem érdekel. Tudod, hogy nem, nyilván csak amennyit el akarsz róla árulni, hogy az mire vagyok? Hát volt neked egy eljegyzésed, ami fel lett bontva, ugye? Azért igen, erről igen. Tudunk, igen. Annak közel akkor volt ennek a... Persze, akkor volt ez a nagy összeomlás. Nem, igazából én elég ilyen naív, meg romantikus típus vagyok ilyen szempontból, hogy szeretek nagyot beleképzelni más emberekbe, és utána pedig hatalmasat csalódni abban, amit én képzeltem a másikban, és igazából rengeteget kell magamon is dolgozni. Meddig voltatok együtt ti? 5 év, szerintem majdnem 5 év. És eljegyzés? Azt mondtam, hogy a 7. év a vízválasztás. Igen. Aha. 3 év volt, szerintem majdnem. És 5 év alatt nem jöttél, hogy szar van a palacsintában? Vagy? Hát szerintem annyira szerelmes voltam, hogy nem. Vagy hogy annyira így beleláttam mindent, hogy majd milyen életünk lesz, hogy ő mit fog csinálni, vagy tehát hogy annyi mindent így beleképzeltem, és közben meg rájöttem, hogy ez egy csupasz kukac, tehát hogy így egy ilyen, hogy ez így nem úgy van, és hogy őnek sokkal több idő kell ahhoz, hogy eljusson oda, ahol mondjuk amit én beleképzeltem, és egyébként van, tehát ez egy képességem, hogy mindenkivel többet képzelek bele, meg egyből már így mindent így köréjük vonok, hogy így éppen mi lenne neki a legjobb, meg mit csinálna, meg hogyan, meg stb. Érdesen? Hát igen. Igen, úgyhogy még naív vagyok, igen, abszolút. Úgyhogy még várom a csodát. Akkor azóta nincs újabb álom? Nem, azóta így próbálom még ezt így feldolgozni magamban, meg így helyre tenni. Még mindig tart, hogy egy év után egyébként is? Egyébként igen. Azért azt szokták mondani, hogy ahány évet, hogy itt van, annak a fele az egészséges, hogy addig így ki... Azért ez tényleg egy olyan, mint egy gyász folyamat, vagy így, amikor így összekapcsolódik már a családod, az életed, meg tehát, hogy így... Igen, hogy ez így nehéz. Sok mindentől függ, mert aztán van olyan, hogy 5 év alatt körülbelül annyi minden történik egy kapcsolatban, mint mással 1 év alatt, tudod? Persze, tehát, én azért egy hiperaktív vagyok, igen. Tehát, hogy minden télen meg történnek velem a dolgok, úgyhogy így elég sok szállon így össze volt fonódva már minden, és ezt így nehéz. És úgy is voltam vele, hogy nem akarok addig így nagyon belefolyni semmibe, ameddig így én magammal nem vagyok tisztában, és én nagyon keveset voltam egyedül, mert mindig volt valami kapcsolatom, és most így megadtam magamnak ezt a luxust, hogy egyedül legyek. És de kapcsolatfüggő vagy? Vagy amúgy? Vagy csak úgy jött ki, hogy mindig nem, valahogy mindig valaki így bejött a képbe, és én mindig egyedül szerettem volna lenni, de akkor még jó, ugorjunk neki és hátra. És nem jött a herceg fehér ló? Ja. Mész, mendegész, és egyszerűen csak szerelmes leszed. Hát ez így. Hát mindig. Ez nem lehet. Igen, tenni. És akkor most úgy voltam, hogy nem, most önmegtartóztatás, most lilahaj, most most álljunk meg. Igen, vasbugyi, és akkor így, és akkor most így hagyjuk egy kicsit ezt az egészet, és tényleg legyünk tisztában azzal, hogy mit szeretnék én egy kapcsolattól, vagy mástól, már hogy tényleg eddig mindig valami volt, és így nem is gondolkoztam. Akkor még nincs nyitva a szíved egy új dologra. Annyira nincs. Még a régi gyászolod, ezt mondhatjuk? Azért nem, már nem gyászolom, mert azért elengedtem, tehát hogy nem az van, hogy így gyomorgörcsöm. Igen, így nem rendszeresen, nagyon-nagyon ritkán, így a havi egy-két havonta így, hogy így megvan a másik, vagy éppen szembe jöttünk. Tehát hogy ez a nehéz, hogy így én is vagy szembe jövök, vagy egy plakáton, vagy egy hirdetésben, vagy a tévében, vagy itt vagy amott, meg nekem is vannak olyan jogi ügyeim, vagy akármi, amivel kapcsolatban megkeresem a másikat. Úgyhogy ez így nehéz, hogy mindig van valami kapcsolódási pont, de nem, most már nem, nincsen pillangó. Nem lesz fölmelegítve, ugye? Nem, ez már nem az esküvő, amikor végén megesszük ezt a töltött káposztát, úgyhogy ez nem.
Hát most tudom, hogy azt kérdezni, hogy mik a tervétek a jövőre nézve, ez olyan furcsa dolog, mert hogy gondolom idénre is azt terveztétek, hogy a márciusban a Pilvaker lesz, nem pedig otthon. Fú, az nagyon rossz volt, úristen, hát az... Hiszen ti már a soroszlopos tagja. Az nagyon rossz volt, mert végig próbáltuk, fel volt építve a színpad, senki nem láthatta, full titkos, ugye új dal, elég a csendből, női költő tollából, végre ez az tök jó, megmutathatjuk. Lemegy a kamerapróba minden, és március 11-én köszönjük szépen, és gyerekek, menjetek haza. És így tényleg 2-3 hónapot biztos, hogy dolgoztunk ezen a Pilvakeren, hanem nyilván többet, mert a dalírás része, de hogy a próbákkal meg mindennel együtt, és így bennem ott tudosodott, hogy valami történik a világban, mert hogy addig ugye próbateremben voltál, meg próbán, meg a rapper csávokkal, podcastok a backstage-ben, vagy nem tudom, tehát hogy így el voltál velük, és hirtelen így vége van mindennek, és akkor mi a fasz csináljuk, mi akkor megyünk el fonyódra, tehát hogy így az kegyetlen volt. Tervek. Srácok is mentek veletek? Aha, hárman mentünk fel, mert úgy gondoltuk, hogy jó, akkor ezt kihasználjuk ezt az időszakot, akkor rengeteg dal részlet, vagy ilyen dalszületet, és akkor vagy használjuk, vagy nem, de hogy így ilyen tehát egy ilyen minden tár nélküli alkotás volt igazából ez az elmúlt fél év. Meg ott is vettük fel a Boldogságtól, az új dalunkat, ott doboltuk fel a padlón, meg minden, szóval itt teljesen ilyen fonyód, made in fonyód lesz szerintem az új lemez, mert mindent ott fogunk felvenni. Lett egy olyan szám is, ugye, hogy fonyód? Aha, az meg a második vagy a harmadik lemezen, igen, ilyen intro volt. Tervek azok mindig, ugye mi elkezdtünk Brightonban is alkotótávolozni, egy kinti csávóval együtt dolgozni, Miles Godall, aki volt előzenekarunk az Akváriumban is, még januárban, és úgy volt, hogy jön ki áprilisban, és ez is fura volt, hogy így basszus, nem jöhet ki, ő ráadásul koronás is lett. Úgyhogy megbetegedett, akkor találkoztam életem először olyan, hogy valaki koronás, mert itt senki nem volt az, meg fonyadom, meg pláne nem, hát tehát Mariska néni. Igen, én is várom az első. Igen, úgyhogy mindegy, tehát hogy így, ez volt igazából a tervünk, hogy így megmutatni kint külföldön azt, amit mi csinálunk, csak átfordítva az ő nyelvükre, és most lett volna idén először, hogy kimegyünk showcase fesztiválokra külföldre, és akkor jövőre, vagy jövő után, vagy igazából ilyen 5-10 éves terv, hogy elkezdjünk úgy angolul zenélni, hogy itthon is megmaradjon, amink van. El lehet ezeket a számokat énekelni angolul úgy, hogy... Nem ezeket a számokat nyilván, csak hogy azt vettem észre, kint tanultam egy hónapot, hogy őnekik ez különleges, vagy hogy őnekik ez tetszett, és engem ez baromira izgat, például mint a Rosália, hogy ott van a spanyol nyelv, meg a latino vonal, vagy a G. Balvin, vagy nem tudom mi a neve, igen, tehát hogy van ez a latin vonal, és át tudják ültetni úgy, hogy ez mondjuk egy külföldi számára sem nyelvtörő, vagy nem töri a fülét annyira, mint hogyha magyarul hallaná, de mégis benne van ez a különlegesség, amire meg ők képesek. És én szeretek nagyokat álmodni, és nyilván ez nem fog soha megvalósulni, meg hogy ez ilyen tök jó. Jó így nekiállni. Nem, tehát én hiszek magunkban, meg hiszek ebben az egészben, csak tökre szeretném azt, hogyha egyszer végre elismernék a magyar kultúrát, vagy a magyar popzenét úgy, hogy nem csak az lenne, hogy egy ilyen nyelvtörőt hallgatsz magyarul, és egyébként tök jó a zenei alap, meg minden, de hogy nem bírják végighallgatni a dalszöveg miatt a dalt, hanem tök jó lenne azt megmutatni, hogy figyeljetek gyerekek, tudunk ugyanolyan minőségi produceri munkát csinálni, mint ti bárhol a világban, és meg tudjuk ezt csinálni angolul is. És ez nekem egy akkora álom, hogy hadd jöjjön már egyszer össze valakinek, de bárkinek jön össze a Radics Giginek, vagy a Babé Szilának, vagy az Ivan and the Parazónak, vagy a Blaha Louisiának, csak legyen végre egy olyan zenekar, akire így büszke lehet, nagyon sok mindenkit ad. Minden előadótól szeretnék valami ilyen szaftos backstage történetet hallani, de most nem olyat, hogy ízdél, és amikor kiköteztek és akkor nem erre gondolok, hanem hogy... Kár. Pedig ilyenből annyi van. Nem, hanem nem tudom én a... Elestem, elfelejtettem, megrázott, leomlott, leszakadt, beszakadt, kigáncsolt, megfokozott akármi. Ez mindenkivel van. Hogy igen, egy valami ilyen könnyed valami ilyet, ami úgy érzed, hogy a legkínosabb dolog, ami veled történt a színpadon. Mi volt az, emlékszel rá? Ilyen nagyon kínos nincsen, inkább olyan valamiért én baszom fel magam az agyam. Tehát én nagyon ideges tudok lenni. Volt olyan, hogy
le volt takarva a szugláda, és arra lementem a színpadra, hogy közelebb legyek a közönséghez, és nem volt jelezve, hogy az két darab szugláda, és közötte nincsen semmi, hanem így egybe volt letakarva az egész. És a lány sétál alatt így, én csak így megyek, lépegetek, és egyszer csak az egyik lábam egy furra így bent, és a másik az konkrétan így tett, hogy így, tudod, így, és így a fiúk ebből nem vettek észre semmit. De úgy konkrétan mondom, hogy semmi, tehát nekem combnyaktörésem lehetett volna, de konkrétan zenéltek tovább, és így a lányosat mondom, ha-ho, mondom, segítene valaki, légy szíves, így kurvára nem tudok kimenni, mert egy lábban nem bírom el az egész testemet. A másik ilyen sztori, amit én is azért szeretek így színesíteni, hogy egyszer beállt az egész hátam koncert alatt, mert én elmentem aznap Csontkovácshoz, mert a headbangeléstől nekem mindig elcsúszik a csigolyám. De én imádok headbangelni koncerten, és mindig van, hogy így rázom a fejemet. De igen, akkor mindig... nem is értem, hogy nem szédülsz el? Nem szédülök el, mert imádom. Tehát én rockon és metalon nevelkedtem, úgyhogy én ezt imádom. Ennyit csináltam, és kész, és mozog minden. És mindig elcsúszik az egyik csigolyám, meg be van ugye állva a nyakam. És ez így odaig fajult egy nyár alatt, hogy már így az egész felső testem le volt, így be volt már revedve, és elmentem Csontkovácshoz, és aznap játszottunk, emlékszem, Gödöllőn, és ilyen őszies idő volt. És koncert végére beállt az egész hátam, és ott volt egy sportmasször a közönségben, aki látta, hogy én sírva megyek le a színpadról, nem tudok megmozdulni, mint a pingvintől így megyek le, az én mondom a srácoknak, hogy mindenem bár, nem tudok mit csinálni. Odaadott egy ágyat, kifeszítette a sátrunknak, a backstage sátornak a közepére, kb. 10 fok volt, így mesztelenre mondta, hogy vetkőzzek le, és elkezdett lemasszírozni a sátorban. Erre így jó, Miki, akkor mi mennénk? És így mesztelenül, egy sátorban, egy idegen ember masszíroz, és így, jó, hát akkor szevasztok, akkor menjetek, végül is nem kell. És én a turnébusszal mentem a helyszínre, tehát, hogy nem volt mivel hazamennem, hanem, és közben egy idegen faszi masszíroz a mi backstage-ünkben, amiközben be van állva mindenem. És így másfél óraig még ott nyomtam innen. És oda jött egy csajszi, aki azóta is tök jobban lettünk, egy akkor még ilyen rajongó, tehát egy Margaret rajongó volt, és akkor ő volt az egyetlen szerencsés csomagom, tehát hogy ő vitt haza konkrétan. Persze, fura. Ki kell tehát, használni a rajongókat, igen. De nem, hogy ez ilyen fura, vagy nem, sosem nem. De a külföldiektől mindig olyan helyi különlegességeket küldjenek, csak persze, ki kell őket használni, hogyne. Na, mi is szeretnénk titeket kihasználni, azzal kapcsolatban legyetek kedvesek például feliratkozni a Margaret Island Facebook csatornájára. Nézd meg, már rosszat csuktak a fülembe, ja, nincs is senki a fülemen. Isten, addig jó. Igen, szóval a YouTube csatornájára, meg ott az Instagram, mindent leteszek oda, a bióba mindent megtaláltok, úgyhogy tessék, köszönöm szépen tényleg, hogy eljöttél, nagyon-nagyon imádtam. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, köszönöm szépen neked is, sziasztok!